A következő években kiemelt szerepet kap mások mellett az ipari parkok számának növelése és a már meglévők fejlesztése Tolna vármegyében. Erre azért van szükség, mert az országnak ezen a részén etéren van még mit fejleszteni, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy az ilyen beruházások hatékonyan járulnak hozzá a gazdasági mutatók növekedéséhez. Erről is beszélt Navracsics Tibor szekszárdon. Van egy általános prioritásunk, ennek a lényege az, hogy minden fejlesztés támogassa azt a célkitűzésünket, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb tagállama közé tartozzon. Emellett van 3 olyan altámogatási rendszer, amely szintén a projektek támogathatósága szempontjából fontos, a felzárkóztatás, a versenyképesség erősítése, illetve a harmadik a zöld és a digitális átmenet támogatása. Az uniós források felhasználásáért is felelős szakpolitikus a források érkezése kapcsán folytatott tárgyalásokról azt mondta, a cél, hogy a hazánknak járó több mint 10 000 milliárd forint folyósítása még az idei évben megkezdődjön. Ugye a közeljövőben most már lezárhatjuk ezeket a tárgyalásokat. Az elmúlt egy évben mindent megtettünk, amit az Európai Bizottság kért, vagy adott esetben olyan felmerült a tárgyalásokon. Én abban bízom, hogy kedvező értékelésre fogja majd zárni a bizottság ezt a tárgyalás sorozatot. Az uniós források felhasználása tekintetében hazánk a közösség leghatékonyabbjai közé tartozik. Magyarországon ugyanis ez a ráta eléri a 86%-ot. Erről is beszélt Navracsics Tibor. A tájékoztató házigazdája Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja ennek kapcsán azt mondta, ez a hatékonyság az országnak erre a részére is elmondható, de van még tennivaló. A mostani időszakban törekedni kell arra, hogy ha és amennyiben ezek a programok megnyílnak, akkor gőzerővel ki kell használni ezeket a lehetőségeket, hiszen Tolna megyében főleg inkább a aprófalvas településeken, de máshol is van mit bőven fejleszteni. A szekszárdon megtartott tájékoztató teltház előtt zajlott.